tiszteletére ezen az alkalomból egy perces néma csenddel adózzunk az ő emlékére. Álljunk fel és hajtsuk meg fejünket. Köszönöm szépen! Én azért vagyok most itt, hogy bizonyosságot tegyek arról, hogy miért is van ez az ünnep, miért van a víz, és röviden el szeretném mondani, hogy 3 évvel ezelőtt kezdett a Szentlélek munkálkodni bennem, hogy éreztem, hogy nem kapom a helyemet, olyan nyugtalan vagyok, és amikor evangelizációról van szó, akkor nagyon furcsán érzem magam, és nem találom a helyemet, és érzem, hogy valami hiányzik. És akkor az igéből azt olvasta fel Tóbiás, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszel, hanem örök élete legyen. És aki hisz a fiúban, annak örök élete van, de aki nem engedelmeskedik neki, az az atya haragjával marad. És akkor egy félelem került belém, hogy akkor mi lesz velem, mert én igen, úgy érzem magam, hogy félek, nagyon félek valamitől, és akkor később megértettem, hogy valóban arra volt szükségem, hogy letegyem a bűneimet, és sírjak felette, és megbánjam azt, hogy igen, Uram, én egy bűnös ember vagyok, és ezt szeretném elmondani itt a jelenlevőknek is, hogy én egy bűnös ember vagyok, de hiszem azt, hogy Szentlélek által az Úr Jézus engem újjá tud formálni, és új ember tudok lenni. És ezt szeretném a bemerítésben is, hogy az Úr Jézus pecsételjen el, hogy örökre legyek az övé, és amíg itt a földi életem tart, addig őt tudjam szolgálni. A napokban az apostolok cselekedeteiből kaptam azt az igét, a második rész, 38. versétől olvasom. Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert titeket, mert ti értetek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hitták beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Én is ezt szeretném, hogy ez a szimbolikus 3000 lélekhez csatlakozzak, hiszem azt, hogy már többen vannak, és ehhez a lelki gyülekezethez szeretnék csatlakozni, és valóban, ahogy olvastuk, hogy meg szeretnék szabadulni a világgal, szeretnék szakítani, hogy ne többet, ne azt az életet éljem, amit ő kínál. Hiszem, hogy lesznek még kísértések. Az ördög ezért van, hogy megpróbáljon minket megtéveszteni, de hiszem, hogy az Úr fog erőt adni a Szentlélek által, hogy a próbák között is meg fogok majd állni, és valóban, ahogy az ima órán is volt, hogy majd tudjam elmondani azt, hogy az én nevem is ott álljon az életnek könnyében. Amen. Amen.
ne imádkozni fogunk, hajtsuk meg a fejünket is. Adjunk hálát. Hatalmas Istenünk, téged dicsőítünk és téged áldunk azért, mert az örök élet útját nem fosztottad meg tőlünk, hanem megmutattad a te fiadon keresztül. Köszönjük Istenünk, hogy lehetővé tetted és teszed a mai élő ember számára azt, hogy találkozzon veled, hogy megismerjen téged, és belépjen az örökké való tartó országodba. Istenünk, hálát adunk azért, hogy megmutattad ezt az utat Daninak is. Köszönjük, hogy megszólítottad őt, és köszönjük, hogy ő válaszol te neked. Hálát adunk a bizonyságtételéért, amit az elmúlt percekben hallhattunk, és hálát adunk az életéért, amelyben látjuk a te munkádat, ahogy végzed naponta. Istenünk, jövünk eléd, és kérünk, hogy te szenteld meg azt a bizonyságtételt, amit ő elmondott, azt a hitvallást, amit ő felvállalt. És imádkozunk, Istenünk, hogy életvitelében is te erősítsed, szenteljed, és add, hogy naponta terve legyen a te lelkeddel, és a te lelked vezetése alatt tudja élni az életét. Kérünk, hogy így áld meg a következő perceket, és a bizonyságtételét is a bemerítésben. Amen. Amen. Dániel, megkérdem tőled azt, hogy hiszed-e azt, hogy az Úr Jézus a te személyes megváltod? Igen, hiszem. Azt is megkérdem tőled, hogy hiszed-e azt, hogy a bűneid, amiket megvallottál, meg vannak bocsátva? Igen, hiszem. És hiszed-e azt, hogy a te neved fel van írva az élet könyvébe? Igen, hiszem. Az Úr Jézus ezt mondta. Aki győz, azt oszlopá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki soha többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, és az én új nevemet. A te hited és vallástételed alapján bemerítetek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Istenünk, hálát adunk és emlékezünk mi, akik már részesültünk a te kegyelmedben. Emlékezünk arra a napra, amikor te bejöttél a mi életünkbe és megváltoztattad azt. És most könyörgünk, Istenünk, hogy a te lelked által naponta újítsd meg bennünk ezt a bizonyságtételt. És erősíts még abban, Istenünk, hogy erről a hitről folyamatosan tudjuk vallást tenni embertársaink között. Segíts, Istenünk, hogy ne keressünk soha kiutakat erről a szolgálatról, hanem tudjunk mindig téged követni és rólad beszélni. Kérünk, Istenünk, imádkozunk vidékünkért, erdővidékért, imádkozunk az itt élő emberekért. Könyörgünk, Istenünk, hogy egyre többen hadd alászkodjanak meg te előtted, ismerjék meg a te hatalmadat, szeretetedet, kegyelmedet. És imádkozunk, Istenünk, hogy egyre többen tudjanak vallást tenni arról a hitről, amelyről hallhattunk az elmúlt percekben. Kérünk, Istenünk, hogy így légy a mi Istenünk tovább, és erősítsél bennünket. Amen. Amen. Köszönjük helyet foglalni, énekeljünk.
az énekor. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy egy ilyen szép emlék ünnepen újból együtt lehetünk, és ünnepelhetjük Jézus Krisztust, aki a megígért szent lelket elküldte, beváltotta ígéretét, és tapasztalhatjuk, láthatjuk, szemtanúi lehetünk annak is, hogy Isten lelke ma is munkálkodik. Hála érte neki. Kívánjuk, hogy az ő munkája legyen állandó a Dániel életében, de nem csak az ő életében, hanem
valamennyünk életében hadd folytassa megkezdett munkáját. Szeretném megismételni csupán azokat az ígéket, amiket Dániel felolvasott. Úgy látom, hogy Istennek úgy munkálkodik, hogy ugyanazokat az ígéket adta neki is, amit nekem is szívemre helyezett üzenetként, hogy közöljem a testvérekkel. Álljunk fel és hallgassuk meg a Jóisten ígéjét, még egy verset az előbbiekből is felolvasok, ahhoz, amit Dániel bizonyságtételében már közölt velünk. Cselekedetek könyve második fejezetének a 36. versétől olvasom Isten ígéjét. A Cselekedetek könyve második fejezetének 36. versével kezdve így hangzik az íge. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai, félfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Maradjunk állva és imádkozunk. Urunk, alázattal állunk meg színed előtt, és elismerjük, hogy te vagy az Úr. Hálát adunk azért, hogy nem kell saját erőnkre, erőtelenségünkre hagyatkoznunk, hanem lelked által ma is munkálkodsz, és ígéd ma is élő és ható. Hálát adunk azért, hogy láthattuk azt, hogy ma is vannak, akik szent lelked munkája nyomán döntenek melletted, és vállalják a te követésedet. Kérjük, hogy áld meg Dánielt, és áld meg mindazokat, Urunk, akik ezen a napon, vagy ezekben a napokban engednek lelked munkájának, és szívükben döntést születik a te követésedre. Imádkozunk, hogy a következő percekben áld meg drága ígédet. Uram, szólj általa hozzánk, szólj szívünkhöz, és segíts, legyünk nyitottak ígéd, ne csak hallgatására, hanem megértésére, elfogadására és annak cselekvésére is. Köszönjük, hogy ígéretet szerint számíthatunk reád, magasztalunk ezért háladással az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljuk helyet. Ebben a néhány versben, amit felolvastunk, egy beszámolót találunk, egy csodálatos bemerítés ünnepről. Ez rendkívüli alkalom volt, amikor Péter bizonyságtételére 3000 ember szíven talál Isten igéje, felteszik a kérdést, hogy mit cselekedjenek, és amikor Péter megmondja nekik, hogy mi a tennivalójuk, döntenek, elfogadják az Úr Jézust, és a bemerítés által is megpecsételik bizonyságtételüket 3000-en. Rendkívül ünneplés. A mai nap is rendkívüli. Ugyan nem 3000-en, csupán egy fiatal tett bizonyságot arról, hogy ő szeretné követni Jézus Krisztust. De azt olvassuk az ígében, hogy öröm van a mennyben hány megtérő bűnös felett? Egy megtérő bűnös felett is. És egyenként mindannyiunk megtérése felett ünnep van, öröm van a mennyben. De öröm van a földön is. Hála Istennek, hogy most együtt ünnepelhetünk. És magasztalhatjuk Istent azért, amit elvégzett a Dániel életében, és amit fog végezni még hisszük sokak életében az ige hirdetése és befogadása által. Ez az ünnepély, amelyről olvastunk,
meg volt hirdetve már korábban. Isten tervében benne volt a pünkösd ünnepe. Ugyan, mint a testvérek is meghirdették, hogy május hányadika van ma? 28-a, ugye? 7. Ünnep fog lenni, bemerítési ünnep a pünkös napján itt Baróton. Erre az ünnepre is volt vendég szószóló meghívva. Az Úr Jézus azt mondta tanítványainak, maradjatok Jeruzsálemben, és várjátok meg azt a napot, amikor eljön a szószóló, a pártfogó, aki majd felkészít titeket arra, hogy legyetek tanúim, ahogy hallottuk Jeruzsálemtől, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. Ez Isten lelkének a munkája. Hiszem, hogy a baróti testvérek is hasonlóképpen készülődtek erre az ünnepre, mint arra a nagy bemerítés ünnepre, hogy készülődtek a tanítványok. Úgy olvassuk a Cselekedetek könyvének az első rész 14. versében, ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. Akarom hinni, hogy nem csak azzal készültek a baróti testvérnők, hogy beszerezték az ünnepi ebédre való szükségeseket, esetleg még a vendégfogadásra is, hanem voltak, akik őszinte imában készültek erre az ünnepre, hogy Isten árassza ki az ő áldását. Mert másképpen lehet szép ünnepé. Nagyon szép, amikor az énekkar Isten dicsőíti, vagy amikor közös énekkel magasztaljuk Istent. Amikor ígehirdetés hangzik, amikor örülünk az egymással és az Úrral való találkozásnak. De ha nincs imában való felkészülés, ha nem készültünk úgy, mint ahogy ezek a tanítványok is készültek, egy akarattal, kitartóan, imádkozva azért, hogy Isten árassza ki az ő áldását, akkor üres lesz az ünneplésünk. Csupán formaság. Őrizze meg az Úr ettől. Én is készültem, és imádkoztam azért, hogy ez az ünnepen a legfontosabb vendég legyen jelen. Hadd legyen ő a szószóló. Legyen ő az, aki megszólít minket. Az én szavam nem sokat ér. Ha csak azt halljátok, akkor nagyon szegényesen fogtok eltávozni innen. De hiszem azt, hogy Isten még engem is, vagy minket is tud használni, ha engedelmesek vagyunk arra nézve, hogy az ő igéjét közölje velünk. Igen, bárcsak alkalmasokká válunk arra, hogy ez az ünnep is rendkívülivé váljon, úgy, mint az első pünkösdi ünnep. Nézzük meg tehát egy néhány gondolatban, hogy miről is beszélt Péter ebben a bemerítési ünnepi prédikációjában. Sokan gyűltek össze Jeruzsálembe erre az ünnepre. Úgy olvassuk, hogy nem csak Izraelből, hanem a körülötte levő országokból is feljöttek a nagy ünnepre, hogy Isten előtt megállva Istent imádják a föld különböző